A gyerek tudja leginkább leszűrni, hogy az erőszak erőszakot szülhet, mert nem szégyen dühösnek lenni, csalódottnak lenni, féltékenynek lenni, felháborodva lenni, de nem mindegy, hogy mit teszek, mikor ezek az érzések engem elárasztanak. Hogyha szüksége van arra, hogy üssön, akkor üssön egy párnába, elvonulva valahova, és ne valakibe. Tehát beszélni az érzésekről, az érzelmekről, beszélni arról, hogy mi történt, és megoldásokat. Tehát nem hibást keresni, hanem megoldásokat keresni. Köszöntök mindenkit a Nézőpontban, a műsorban, ahol képbe helyezünk az erdélyi valóságról. Nem lehet eleget beszélni róla, hiszen minduntalan kiderül, hogy maguk az áldozatok nem tudják, hogy kihez lehet fordulni, hol lehet segítséget kérni, sőt, még azok sem tudják, hogy hogyan segíthetnek, akik csak tudnak az esetekről. A családon belüli erőszakról lesz szó a műsorban. László Évát köszöntöm, a Bábesbolyai Tudományegyetem oktatóját, pszichológust, a Nők elleni erőszak Artemis Egyesület alapító tagját. Köszönöm szépen a meghívást. Mindenek előtt elmondanám, hogy miért született meg ennek a műsornak az ötlete. Ezelőtt pár héttel világot látott egy történet, ami nem került volna a nyilvánosság elé, hogyha nem egy közismert egyetemi oktatóról lenne szó. Nevet, intézményt nem mondunk, nem ez a fontos. Az a lényeg, hogy egy egyetemi tanár percekig rúgta, verte a barátnőjét éjszaka a Kolozsvár utcáján, az utcai kamerák ezt lefilmezték, tehát bizonyíték is van, azóta a tanár felmondott az egyetemen, tehát vannak következmények, most rendőrségi kivizsgálás folyik, de amikor ez napvilágra került, és a történet fölkerült a Facebookra, akkor az történt, hogy jöttek a kommentek, és ezért született meg ez a műsor, mert hogy én teljesen padlót fogtam a kommentektől. Áldozathibáztatás történt masszívan, ilyen a kommentek kerültek az eset alá, hogy biztos, hogy a lány fölébresztette az alvó oroszlánt, egyetemi tanár volt, tehát biztos, hogy tudta, hogy mit csinál. Miről beszélünk egyáltalán, amíg ez a mentalitás? Ami a kommenteket illeti, azok általában változatosak. Tehát ugyancsak, mint a mindennapi életben levő reakciók. Akkor, amikor az emberek ilyen esetekkel találkoznak, akkor nagyon gyakran a döbbenet, a hitetlenség, hogy nem jön, hogy ilyen értelemben, vagy nem jön, hogy elhiggyem. Minél érintettebb valaki, tehát hogyha ismeri a szereplőket és a történeteknek ezt az oldalát esetleg nem, vagy az érintetteknek ezeket az oldalait nem ismerik, akkor nagyon gyakran abban az igyekezetben, hogy valamilyen magyarázatot találjanak, hogy értelmét találják, meg tudják, fel tudják fogni, hogy mi történik. Ezért mindenféle egymásnak ellentmondó vélemények is ki szaladnak a szájukon, a kezükön keresztül, és ezek közül gyakran, hát az egyik gyakori reakció az a düh, a csodálkozás, tehát a düh lehet, irányulhat az áldozat fele, irányulhat az elkövető fele. Nagyon sok agresszív komment is születhet ilyenkor. Igen, az áldozathibáztatásnak meg az az oldala, hogy bizonyára megérdemelte, vagy hogy valahogy kiváltotta, mert senki nem lehet képes arra, hogy ennyire embertelen magatartást mutasson. Plusz az, hogy valaki, akiről nem, tehát könnyebb a lelkünknek és az eszünknek azt gondolni, hogy ez olyan esetekben fordul elő, amikor az elkövető vagy valamilyen szerhatás alatt van, és nem tudja, hogy mit tesz, vagy azért nem tudja, hogy mit tesz, mert kevés alacsony az iskolázottsági szintje, azért, mert ez náluk úgymond a szokás, hogy megszokott az, hogy verekednek, vagy verik egymást, és nem akárhol, hanem pont azokban a kapcsolatokban, ami a legfontosabb lenne családon belül, párkapcsolaton belül. Igen, ehhez kapcsolódik a kérdés, mert jól mondod, hogy mi számít normálisnak, mennyire kultúra függő ez a történet, hogy is születhetett meg az a mondás,
hogy az asszony verve jó. Emberi kapcsolatainkhoz kötődő és a viszonyainkhoz kapcsolódó szokásaink, hagyományaink olyan értelemben, hogy mi az, amit megszokottnak, elfogadottnak gondolunk. Hogyha arra gondolunk, hogy maga a verés például a gyerekekkel, az iskolákban mennyire megszokott volt, legalábbis az én gyerekkoromban az, hogy egy tanár megpofoz egy gyereket, csak azért, mert ő a tanár és a másik a gyerek, és nem úgy viselkedik, ahogy ő szeretné, ez ma már egyre inkább elfogadhatatlan. Törvényünk van ez ellen. Ugyanígy a családon belül, ez, hogy az erősebb, ki az, akinek joga van a másikat megnevelni idézőjelesen, tehát megverni erőszakkal, véghez vinni, vagy eljutni az ő akaratához. Ezek változnak, tehát sok minden befolyásolja. Ez a jó benne, hogy változik azért. Hogyha én körülbelül 20 éve foglalkozom a családon belüli erőszak, illetve a bántalmazás kihasználás témakörével, és ez az idő alatt is nagyon-nagyon érezhető az, hogy hogyan változott a közösségnek, és az érintetteknek is, a szakembereknek is erről a véleményem hozzáállása. Szerencsére a jó irányba. Még mindig nagyon sok minden van, ami megért a változásra, ugye, hogy a kommentekben is még mindig megjelenik, vagy a hétköznapi beszélgetésben is, hogy biztos megérdemelte valaki. Hogyha ezek az esetek arra tudnak bátorítani embereket, hogy elgondolkozzanak azon, hogy vajon tényleg így van-e, akkor úgy gondolom, hogy van valami jó hozadéka is a nyilvánosságnak. Most már a fele halad mindenki, hogy azt gondolja, hogy nincs az, aki megérdemelné ezt? Nagyobb részben igen, tehát deklaráltan azok a közvéleménykutatások, ahol rákérdeznek arra, hogy megverheti-e két felnőttről beszélünk, hogyha a párkapcsolatban a férje a feleséget, vagy a feleséget a férjet a feleség. A közvéleménykutatásokra egyre több a negatív válasz, hogy nem így gondolják. Ahol nagy hiányosság van, például a 2016-os felmérésben, az a szexualitás terén vetítődik, hogy ott viszont még mindig most reprezentatív mintákra gondolok, tehát mi az, ami az egész országra jellemző. Ott még mindig döntő többsége úgy gondolta, úgy azt nyilatkozta a felmérésben, hogy joga van valakinek megerőszakolni a másikat, abban az esetben például, hogyha felmegy a lakására. Hogy az előtte egy buli volt, vagy valamilyen találkozó, vagy az nem számít, vagy akkor, hogyha provokatívan, úgymond provokatívan öltözik, vagy ha szerhatás alatt van, akkor igenis jogosnak tűnhet az, hogy akkor meg lehet erőszakolni. Tehát ezek összefüggnek az erőnek, hogy hogyan bánunk az erőnkkel a hatalmunkon valaki fölött. Tehát két embernek a viszonyában. Ez az egyik. A másik az, hogy hogyan gondolkodunk, ez az első lépés. A következő lépés, hogy hogyan viselkedünk. Nagyon gyakran például, hogyha megkérdeznek egy erőszakos magatartású személyt, ő mondhatja azt például a baráti körbe, vagy a családba, vagy publikusan, vagy hogy nem, ilyet nem szabad tenni. De ez nem jelenti azt, hogy nem is teszi meg. Tehát a közösségnél is, hogy azt mondjuk, hogy nem verhetünk meg valakit csak azért, mert nem úgy viselkedik, ahogy én szeretném. Minél inkább, talán arra gondolok most hirtelen, hogy minél inkább a magasabb az iskolázottság, annál inkább hajlamos arra, hogy a tettei és az otthoni viselkedése között eltérés legyen. Tehát, hogy az emberünk, akiből kiindult ez a műsor, valószínűleg ő is azt mondja, hogy ez mélyen elítélendő. Ehhez hozzátartozik még az is most, hogyha az erőszakos magatartású személyekre gondolunk, hogy eléggé él bennük, hogy azért teszem, mert megtehetem valakivel,
És hogyha ennek nincsenek következményei, sőt a következménye az, hogy az illető ott marad a párkapcsolatban, mert meg tudom félemlíteni, vagy el tudom érni azt, hogy ő érezze magát hibásnak ezért, akkor gyakorlatilag ezek pozitív megerősítések a viselkedésre. Vagy kiállnak mellettem, a barátok azt mondják, vagy a család, vagy az igazságszolgáltatási időnként, hogy azt mondod, hogy bocsánat, és akkor mehet tovább az élet. Tehát ezek is, hogy milyen következményei vannak a tetteknek, ez is befolyásolja azt, hogy mennyire tudunk változni emberként, egyénként, közösségként vagy társadalomként. Azért ezek az agresszorok, mondjuk el talán, hogyha így van, én így sejtem, hogy nagy gémerek, tehát nagy pszichológiai játékosok, manipulátorok, kénytelenek azok lenni, mert ő maguknak is magyarázzák, illetve a társuknak is magyarázzák a történetet. Több típusú erőszakos, magatartású személy van. Ezek közül egyesek, igen, főleg azok, akik az érzelmi erőszaknak az eszközével élnek erősebben. Párkapcsolaton belül is van számtalan olyan erőszakos kapcsolat, amelyekben nincs semmilyen fizikai erőszak. De nagyon erős az érzelmi erőszak, a kontroll, a zaklatás. Tehát, hogy vannak olyanok, akik igen, nagyon jól be tudják csomagolni az erőszakos magatartást, jó manipulátorok, ahogy te is mondtad. És van, aki nyersebb, direktebb. Itt is vannak változatok, vannak, akik csak a családtagokkal erőszakosak, párjukkal, a gyerekeikkel, vannak, akik általánosan másokkal, szomszéddal is összevesz, munkahelyen is vannak gondok. Romániában minden harmadik nő élete folyamán legalább egyszer élt át szexuális vagy fizikai bántalmazást. A megkérdezettek több mint 43%-ának van tudomás arról, hogy a közvetlen ismeretségi körében történt családon belüli erőszak, és az esetek 70%-ában a feleség az elszenvedő fél, aztán jön a gyerekek, az idősek és a férj. Mert hogy ilyen is van, hogy a férj az esetek többségében, amiről az előbb beszéltél, az, hogy a pszichikai erőszak, ők szenvedik el ezt. A kérdés az, hogy honnan kell kezdeni a nevelést? A gyerekeknél talán, tehát egészen pici korban, vagy nem nevelésről van szó, hanem másról? De természetesen van egy nagyon erős szocializációs, hogy hogyan szocializálódunk, hogyan tanuljuk meg, illetve hogyan alakítjuk azokat a normákat, ami szerint élünk, együtt élünk a számunkra fontos személyekkel. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy felelősségünk van nekünk felnőtteknek elsősorban, tehát hogy a gyerekeknek a nevelése, de azt gondolom mindenki számára ismert, nem mondok nagy újdonságot ezzel, hogy a gyerekek nem feltétlenül azt teszik, amit mondunk, hanem az, amit látnak körülöttünk. Tehát ez a kettőnek az összhangja, az nagyon-nagyon fontos. Tehát elsősorban úgy gondolom, hogy a prevenciót azt onnan kell kezdjük, hogy mi, mint felnőtt társadalom, hogyan kezeljük, hogyan gondolkodunk az erőszakról, hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket, hogyan nyilatkozunk, például a Facebookon. Hogyha én elkezdek kommentelni, mint felnőtt, és az én gyerekem ezt látja, mert publikusan oda dörgedezek egyik vagy másik irányban, még akkor is, hogyha az esetleg úgy tűnik nekem, hogy az áldozat védelmében azt mondom, hogy az agresszorral ezt tenném, meg azt tenném, ez is egy erőszakos megnyilvánulás. És ebből a gyerek tudja a leginkább leszűrni, hogy az erőszak erőszakot szülhet. Hogyha a másik rosszat tesz, akkor fel vagyok jogosulva arra, hogy én is hasonlóan, verbálisan, legalább most, hogyha a Facebook kommentel vagy a szociális média kommentekre gondolunk. Úgyhogy elsősorban felnőttekként az, hogy mi hogyan viszonyulunk, hogyan éljük a saját életünket a családunkba, a munkaközösségünkbe, a negyedben, a szomszédokkal, stb. Ez az egyik nagy feladatunk, és utána jön az, hogy igen, mi az, amit átadunk a gyerekeinknek. Az oktatók az iskolába, de ott is, hogyan kezelik ők
hogyan kezelik azokat a helyzeteket, mikor egy gyerek például szemtelen. Hogyan viszonyulok én a gyerekemhez, hogyha én a gyerekemet megverem, és közben mondom azt, hogy nem szabad bántani a másikat, akkor ellentmondásban van a két, ugye az élmény maga a szóval. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy mindannyian tehetünk azzal, hogy figyelünk arra, hogy egészséges és jó kapcsolataink legyenek. Ez az egyik nagy feladatunk mindannyiunknak. Milyen eséllyel lesz a gyerekből, aki ilyen környezetben nő fel, agresszor, vagy pedig bántalmazott agresszor, hogyha ezt látja és jónak ítéli, nem jónak, hanem elfogadhatónak, illetve áldozat, hogyha azt látja, hogy anyu benne ült és igen tűrt. Hát tűrni kell egy ilyen kapcsolatban, hogyha ezt látja gyerekkorában. Azt mondják, hogy azok a lányok, akik ezt látják otthon, a nagy eséllyel választanak ilyen párt. A kutatások is azt mutatják, hogy az erőszakos családban való felnövés az egy vulnerabilitást ad, tehát kockázati tényezőnek számít. Nagyobb eséllyel válhat valaki erőszakossá vagy áldozattá, mivel hogy mondjuk azt, hogy az ellentétek vonzák egymást, de azért a kapcsolatainkban a hasonlóságok azok, ami mentén mozgunk gyakran. Valószínűleg, hogy mindenki járt úgy, hogy gyerekkorában, vagy felnőtt korában azt mondja, hogy soha többet nem fogok én, nem tudom, így vagy úgy viselkedni, vagy soha nem fogok olyat tenni, mint az anyám vagy az apám. És aztán egy adott helyzetben csak azon kapja magát, hú, pont azt csináltam, amit akkor eldöntöttem, hogy nem fogok. Mert hogy olyan mélyen ezek a minták, olyan mélyen bennünk élhetnek, hogy ez egy önmagunkkal való munka, hogy le tudjuk vetközni őket, hogy felismerjük őket, és hogy tudjunk rá más mintát találni, mint ami ismerős. És mivel az erőszakos helyzetek, azok összekötődnek feszültségekkel, frusztrációval, dűvel, tehát erős érzelmeknek, és gyakran a negatív érzelmeknek a kezelésével, ez egy másik feladatunk felnőttekként, hogy hogyan tudjuk mi magunk, illetve átadni a gyerekeknek azt, hogy ezekkel a negatív érzésekkel mit lehet tenni, mert nem szégyen dühösnek lenni, csalódottnak lenni, féltékenynek lenni, felháborodva lenni, de nem mindegy, hogy mit teszek, mikor ezek az érzések engem elárasztanak. Milyen egyéb traumákkal jár egy ilyen agressziós eset? Tehát, hogy egy anyában, apában tudatosítani kell azt, hogy ő sem felejt. Tehát, hogy a gyerek rendkívül érzékeny, az egy dolog, de ő sem fog úgy tovább menni másnap, mint azelőtt. Téved, hogyha azt hiszi. A lelki síkon nyilván a legerősebb érzelem, ami megjelenik, az a szégyen leggyakrabban. A szégyen, a félelem, ami hát hosszabb táv függ attól, hogy mennyire erős volt ez az élmény, illetve mennyi ideje tart, mennyire közeli az, aki ezt elköveti. Ugye a párkapcsolatról van szó, vagy a családról, akkor egyértelmű, hogy ez azért sokkal mélyebb nyomot hagy, mint hogyha egy ezer idegen követné el velünk. Úgyhogy ezek hozzájárulhatnak akár az önértékelésnek a csökkenéséhez. Ez a szégyen nagyon fontos kiemelni, mert ez is az oka, miért nem lépnek ki sokan. Amiért nem beszélünk róla. Amiért nem beszélnek, ez egy csapda. Igen. A szégyen úgy az erőszakos magatartásúaknak, mint az áldozatoknak, illetve a tanuknak, hogy szégyelem azt, hogy nem tettem egyebet, hogy nem a hozzátartozók, hogy miért nem csináltam valamit, és a tehetetlenség, hogy nem tudom, hogy mit tegyek, nem, annyira ledöbbent, annyira eszköztelen vagyok egy ilyen helyzettel szemben, hogy nem tudom, hogy mit tegyek, tehát a tehetetlenség is megjelenik. Igen, és ezek, hogyha halmozódnak, akkor ugye kronicizálódhatnak, vagy megkövesedhetnek, ami együtt jár az izolációval, minél inkább szégyelem, vagy minél inkább
átélem a tehetetlenséget, azt, hogy bizonyára én vagyok a hibás, annál inkább akár saját magamtól izolálódom, a barátoktól, ugye egyre több sminket tesz magára az áldozat, hogy tehát fizikálisan is izolálódnia kell. Igen. Ahhoz, hogy meg tudja tartani a látszatot, vagy el tudja takarni a nyomait ennek. Ezekhez hozzájárul az is, hogy a párkapcsolati erőszaknak van egy speciális dinamikája, meg sokféle eszköz, amihez az erőszakos magatartásúak nyúlnak ilyenkor, és ezek között az is szerepel, hogy elvágni az áldozatnak a támogató kapcsolatait. Tehát minél inkább csak mi ketten legyünk, hogy még véletlenül se jöjjön rá a barát, a barát-barátnő, a rokonság, senki más, hogy mi történik, és egyre erősebben tudja magához, vagy ehhez a mérgező kapcsolathoz láncolni a másikat. Adott egy feszültséggel teli helyzet egy párkapcsolaton belül. Milyen fogódzókat tudsz te például pszichológusként adni arra, hogy mit tudhat tenni a férj és feleség, mielőtt elharapódnak a dolgok? Mert korábban említetted azt, hogy úgy is végződhet a történet, hogy az áldozat kerül börtönbe, vagy neki kell majd vezekelni azért, mert megvédte magát, hogy láttál, mesélted, hogy láttál olyan nőket börtönben, akik áldozatok voltak. Tehát, hogy józan észre, mit tud tenni, hogy ne kerüljön abba a helyzetbe? Az erőszakos kapcsolatnak egyik jellemzője az, hogy dominálni akarom a másikat, kontrollálni akarom, nagyon befolyásolni akarom. Nyilván, hogyha ezt valaki felfedezi magában, akkor megjelenik ez az érzés, ami nagyon-nagyon nehéz. Gondoljunk csak a féltékenységre, hogy mennyire tud fájni, mikor valaki arra gondol, hogy elveszíthet egy olyan szemét, aki számára fontos. Viszont tudni azt, hogy attól a másik még szabadabban, hogy mit fog dönteni. Nekem hiába, vagy mindegy, hogy mennyire fáj, attól a döntés az övé lesz. Az érzéseknek a felismerése, pontosabban ez az első lépés, hogy felismerjem azt, néha az is nehéz. Hogy felismerjem azt, hogy csalódott vagyok, vagy a féltékenységet dűbe, vagy haragba csomagolom be, és a haragot fejezem ki. Tehát, hogy saját magamban tudjam ezeket az érzéseket felismerni, bevallani férfiasan, jól kell tudjam ismerni magam. Hogyha indulatos vagyok, impulzív vagyok, akkor rengeteg olyan nagyon egyszerűnek tűnő, hogy igen, elmegyek, azt viccesen szokták mondani, hogy elviszem a kutyát sétáltatni, akkor is, ha nincs kutyám, futok két kört, vagy tudom azt, hogy én mitől tudok annyira lenyugodni, hogy ne a kártékony, vagy a sértődű legyen az, ami vezérel a viselkedésben. Van, akinek szüksége van arra, hogyha szüksége van arra, hogy üssön, akkor üssön egy párnába, elvonulva valahova, és ne valakibe, tehát ne egy személybe. Tehát attól függ, hogy ki milyen szinten van már ezekkel az intenzitásokkal, és hogy mennyire tud magában kikísérletezni azt, hogy mi az, amivel saját magát tudja kezelni, vagy menedzselni az érzelmeit, szabályozni a viselkedését. Kettőben meg a kapcsolatban az, hogy beszélni róla. Tehát beszélni az érzésekről, az érzelmekről, beszélni arról, hogy mi történt. Problémákról. Igen, hogy mi történt, és megoldásokat. Tehát nem hibást keresni, hanem megoldásokat keresni. Akarva, akaratlan, tehát nincs olyan kapcsolat, amiben ne legyenek veszekedések. Ez nem baj, se nem szégyen. Szégyen, többet említettük most. Ez sem szégyen. Viszont az, hogy ezeket hogyan kezeljük a kapcsolatban, az meg megadhatja ennek a minőségét, vagy tükrözi a kapcsolat minőségét. Milyen megoldások vannak arra, hogyha megtörtént a dolog, a szenvedő fél ki akar lépni, milyen támpontok vannak? El tudom képzelni azt, hogy valaki, mielőtt a rendőrséghez fordul, tegyük fel egy erdélyi magyar nő, férfi, mindegy, előtte azért egy pszichológussal elbeszélgetne.
Tehát konkrétan hova fordulhat? Igen, illetve ehhez... a jog miben nyújt támaszt? Ezért lenne nagyon fontos az, hogy minél több olyan szakember legyen, aki ezekkel a témákkal elég jól tud bánni, tehát szakmailag felkészült. Itt gondolok a pszichológusokra, a szociális munkásokra, a lelkészekre, a családorvosokra, a sürgősségen dolgozókra, akik ilyen esetekkel kapcsolatba kerülhetnek különböző fázisokban. Tehát nem csak a pszichológus, ő is, de ha nincs ott pszichológus azon a környéken, akkor sok más segítő lehet, aki tudna ezekben segíteni. Általában a rendőrséghez akkor fordulnak, amikor maga az erőszakos cselekedet úgy nevezzük, hogy a kitörési fázisban, tehát rögtön a bántalmazás után. Olyankor, amikor fizikai védelemről van szó, akkor az a jó, hogyha egy rendőrség egy-egy-kettő az, amit a segítségül hívnak. Azon kívül meg, ha van a környéken szakszolgáltatás, akár a szociális és gyermekvédelemnél, akár civil szervezeteknél, akkor ugye biztosabban tudhatják azt bárki, nem csak az áldozat, hanem az elkövető is akár, mert minél hamarabb, róluk kevesebbet beszélünk általában, de viszont azt tudjuk, hogy minél hamarabb tud ő is segítséget kérni, tehát amikor még nem annyira krónikus az erőszakos magatartás, annál nagyobb esély van arra, hogy ezt meg tudja változtatni. Éva, köszönjük, hogy itt voltál a műsorban, a nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor lehet lájkolni, sőt, fel is lehet iratkozni a YouTube csatornára, hogy ne maradjatok le a következő műsorokról sem. Viszlát, sziasztok!